Konferencia, kiadvány és kiállítás. Így lesz kézzel fogható, ekképp fog tárgyiasulni az az együttműködési megállapodás, amelyet a mai napon írtak alá a Városházán. A sajtótájékoztatón elhangzott, ez ideig is kiemelkedően jól működő kapcsolat jellemezte az önkormányzat és a debreceni törvényszék együttműködését, de a jövőben ez még inkább a városlakók által is szembetűnő lesz. Kis Attila polgármester elmondta, örömmel fogadták a törvényszék megkeresését az együttműködésre. A város mindig örül minden olyan együttműködésnek, amely egy külső szervezet, egy intézmény vagy egy közszereplő szervezet részéről érkezik. A megyei törvényszék egy nagyon fontos eleme életünknek. Egyrészt azért, mert Hajdúböszörményben azért működik a járásbíróság több évtizede, másrészt pedig egy olyan kutatást, egy olyan múltba tekintést indítottak el, amely hiányzott eddig a város életéből. A városnak igen jó köszönhetően a nagyszerű történészeknek, múzeum vezetőknek. Nagyon jó visszatekintései vannak, a monográfiától kezdve részterületeket is jól megkutatták már, ha szabad ilyen kifejezéssel élni, de a jogszolgáltatás, a bíráskodás nyilván az egy igen speciális terület, ez részleteiben még nem vannak olyan kutatások, olyan anyagok, amelyek erre vonatkoznak, de így egészében, hogy Hajdúböszörményi bíráskodás, tehát a Böszörményi Bíráskodás Járásbíróság és a bíráskodás története, ilyen kiadvány még azért nem született. És hát különösen szerencsés az, hogy ugye a megyei törvényszék ezt egy sorozat részeként szervezi, vagy hozza ide Hajdúböszörménybe, és itt nem csak egy kiadvány, hanem egy nagyszerű konferencia is lesz, illetve valamikor a Városnap környékére szeretnénk elnökasszonyal ezt a bizonyos kiadványt megjelentetni. Ez egy újabb része lesz Hajdúböszörmény életének, múltjának, egy nagyon fontos része lesz, és bízom benne, hogy új elemekkel, új értékekkel gazdagodik így a város. Kachler Inona, a debreceni törvényszék elnöke hangsúlyozta, a megye területén működő járásbíróságok múltjának felkutatása, feltárása kiemelt jelentőségű. A debreceni törvényszék elkötelezett abban, hogy a területén működő járásbíróságok történeti kutatásában részt vegyen. Ennek a sorozatnak lesz harmadik eleme a Hajdúböszörményi Járásbíróság története. A korábbiakban Debrecen és Berettyóújfalu vonatkozásában már kialakult egyfajta ritmusa annak a történeti kutatásnak, az együttműködők körének, ami jó alap arra, hogy itt most a harmadik alkalommal Hajdúböszörményi vonatkozásában is, együttműködve a Debreceni Egyetem Állam és Jogtudományi Karával, illetőleg a Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar megyei levéltárával, konkrétan itt a Hajdúböszörményi Fiók levéltárral is, a saját munkatársaink hozzáadott munkájával együtt, a város támogatásával Hajdúböszörményi Járásbíróság történetét is feltárjuk és bemutassuk ismeretterjesztő jelleggel a város lakók számára. Úgy gondolom, hogy ezzel az együttműködési megállapodással, amelyben a város olyan komoly elkötelezettséget vállal, keretet ad ahhoz, hogy a tavasz folyamán, április vége környékén egy konferencia eseményei keretei között be tudjuk mutatni az elkészült kutatási anyagot előadások formájában, illetőleg majd szeptember 13-án a Városnapjához kötődő esemény alkalmával a már majd megjelent és kötetben rendezett könyvet könyvemutató formájába be tudjuk mutatni, melyhez egy olyan bíróságtörténeti kiállítás is társul majd, amelyben a Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum kincsei is hozzájárulnak ahhoz a már összegyűjtött bíróságtörténeti anyaghoz, olyan kuriózumokat tudunk láttatni majd az érdeklődőkkel, ami úgy gondolom, hogy mind a város, mind a bíróság számára kiemelkedő jelentőségű.